Szép estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Hagyományos módon immár a 26. alkalommal rendezik meg az öreghegyi mulatságokat a királynapok keretében. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó és nagyon várt rendezvény. Vendégem pedig Bognár Zoltán, a Nóhegyi Szent István borlovagrend nagymestere. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Nos, 15. születésnapját ünnepli a Nóhegyi Szent István borlovagrend. 15 esztendővel ezelőtt, valamikor májusban összeült néhány jó szándékú borász és közéleti személyiség, akik úgy döntöttek, hogy a borrendre szükség van Székesfehérváron, és nem másutt, mint az Öreghegyen. Ezt ünnepeljük többek között, és az öreghegyi mulatságok keretében azért nagyon sok minden történik. Elevenítsük fel, hiszen azért a nézőink tudják többségében, hogy hiszen ismétlődő programról van szó, viszont nagyon fontos, hogy a protokollon belül mi történik. Hát ugye ott kezdeném, mindjárt a kályhától indulnánk, hogy a szőlőtermesztés, borkészítés a Öreghegy tradíciója, ami máig is él, alátámasztja ezt a tényt, egyrészt a borrendünknek a működése, másrészt pedig az, hogy a rendszeres programunk van az öreghegyi mulatságok rendezvényén. Egy önálló műsorblokk keretében mutatkozik be a borrend, a Fejér megyei társborrendekkel együtt, nagyon erős a kötődés ezekkel a megyei borrendekkel, és hát ezen alkalommal az Öreghegy bora díj kerül kiosztásra. Szeretnénk elismerni azokat a termelőket, akik például szorgalommal, hosszú-hosszú éve kitartó munkájával művelik a szőlőjüket, gondozzák a pincébe a boraikat kellő szakértelemmel. Ez életre hívva a tavaszi időszakban az öreghegyi bormustra, és tulajdonképpen ennek a nyilvános díjkiosztó ünnepségét tartjuk. Ami fontos, mert hogy ugye komoly szakmai zsűri dönt ebben a kérdésben, és itt nem profi borászokról van szó, hanem olyan emberekről, olyan gazdákról, akik számára elsődleges ma is, hogy azt a szőlőterületet, amivel rendelkeznek, azt minél jobb minőségben műveljék meg, hogy aztán a jó nedű kerüljön a pincékbe. Pontosan ez a lényegi része a dolognak. Itt kispincés, házikerti, amatőr szőlőbortermelőkről, vincelérekről van szó, akiknek évről évre a bormustrának köszönhetően is javul a minősége, mert hogy éppen ez a lényege ennek a bormustrának, hogy a minőségi törekvések javítása jegyében a borodnak a nyílt bírálata folyik, esetleg új technológia alkalmazására hívjuk fel a figyelmet. Nagyon szépek ezek a borok, és hát hálások is vagyunk ezeknek a termelőknek, hogy a régi öreghegyi vincelér hagyományokat nem hagyják veszendőbe. Ugye most különleges alkalom, hogy első ízben nem csak fehér, a fehér bort megszoktuk, hogy öreghegybora mindig fehér volt, most azonban vörös bort is díjaznak. Két kategóriában hirdettük meg az idén ezt a öreghegybora díjat. Öreghegy fehérbora és öreghegy vörösbora. Alapvetően legalább 90%-ban fehér bortermű az Öreghegy, de kékszőlők is vannak vörös bortadó fajták. Amelyeket természetesen megáll Tornai Gábor atya holnap az ünnepségen, és utána a nézők figyelmét is felhívom, természetesen színes, változatos műsorok várják az érdeklődőket, lesznek bőven. No, de utána jön vasárnap a Kárpát-medencei legnagyobb borrendi találkozó, mintegy 40 borászat, illetve borrend fogadta el az önök meghívását. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél, hogy egy születésnapost, bár ön egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy még siheder, kamaszkorban lépett csak a borrend, de ennek ellenére már is olyan látványos eredményeket értek el, hogy megbecsülésnek örvendenek az egész országban. Mi történik a borrendi konferencián, hiszen egy komoly szakmai konferencia is kíséri ezt? Nagy öröm számunkra, hogy 40 borrend igazolta vissza a részvételi szándékát. Ezt kifejezi talán a borrendünk iránti viszonyukat is. A konferencia maga nyitó előadása dr. Bisztrai György, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar szőlőtermesztési tanszék vezetője fog beszélni. A szőlő története kapcsán Szent István kora és bora alcímmel fog egy nagyon érdekes előadást tartani. Ezt követően a bor szakralitása kapcsán
Berze János református lelkész úr, a frissítő forrás reformáció 500 éves jubileuma kapcsán tart egy előadást, majd pedig Vinc József kancellárunk, akinek a birtokában van egy 1882-es kiadvány, saját tulajdona, aminek most a Borrendium gondozásában megjelent a reprint kiadása, ezt a kiadványt fogja bemutatni. Ez éppen 135 évvel ezelőtt született az Öreghegy, illetve a Szőlőhegyi rendszabályok című kiadvány. Majd pedig a előadásokat a Hegyközség Nemzeti Tanácsa részéről zárja egy előadás, ez pedig a Nemzeti Szőlőborágozás Stratégia. Rendkívül érdekes programok ezek, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az emberek többségét, erről beszámolunk egyébként az Agrárinfóban a jövő héten pénteken, ugyanakkor az emberek már alig várják, ahogy meglássák önöket a virágórától, ahogy 40 borrend felvonul az Icsi-ligeti színpadra, hiszen ott az aztán tényleg nagyon látványos, és annál is inkább, mert hogy borlovagokat avatnak, ami egy külön program. Igen, 16 órakor indul a virágórától a menet fel a színpadra. Ez egy viszonylag rövid táv, ugye az Icsi színpadig. Ott a borrendeket bemutatjuk, majd pedig szintén lesz egy boráldás, és kezdődik a borlovagavatási ceremónia, ami egy különleges felemelő érzés annak is, aki avatnak, a jelölteknek is, és hát az ő tiszteletükre a megjelent 40 borrendi delegáció számára is megható ünnepélyes pillanat. Nagyon fontos kérdés ilyenkor, hogy önmagában egy borlovagrend számára az ünnep, tehát a születésnap, ez fontos nyilvánvaló. Az viszont, amikor elkezdtük, ugye úgy fogalmaztunk, hogy az Kárpát-medence egyik legnagyobb borrendi találkozója. Ez valamiféle visszaigazolás mindenképpen, hogy önök jól csinálják, amit csinálnak. Tehát remekül működik a Nóhegyi Szent István borlovagrend. Ez megerősítést jelent önnek is? Hát egy tudatos építő munka eredménye, nyilvánvaló, hogy az évek folyamán és során egyre emelkedett a része a borrendeknek a száma. Igaz, hogy úgy apostrofáltuk, hogy, és valóban ez igaz is, hogy a Magyarország és a Kárpát-medence legnagyobb borrendi találkozója. Most a Kárpát-medencéből két borrend lesz csak jelen, a többi az határon belüli borrend, tehát Magyarország területéről a hagyományos és történelmi borvidékek képviseltetik magukat. Nos, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Önnel természetesen fogunk találkozni szombaton és vasárnap is. A nézőknek pedig szeretném mondani, hogy az öreghegyi mulatságokról készült összefoglalónk, az holnap kerül adásba, 19 óra 50 perckor, míg a vasárnapi konferencia, illetve borlovag avatás pedig a következő pénteki Agrárinfóban láthatják. És akkor folytassuk most a műsor. Természetes vizeink a halak élőhelyén nagyon-nagyon fontosak számára. Számunkra nézzük meg azt a bejátszást, amelyet Véli Regős Dóra készített, hogy milyen kormányzati intézkedésekre van szükség, hogy a Velencei tó biztonságban legyen. A halőrök mindennapi munkáját segíti az a 470 millió forintos állami támogatás, amelyet eszközbeszerzésre fordíthattak a pályázó szervezetek. A terepjárókat és vízijárműveket, illetve az egyéb eszközöket, mint például hő- és vadkamera, éjjellátó és fényképezőgép, ma vehették át a tagszövetségek a gárdon. Életfontosságú az, hogy minél több vízjármű legyen a halőrzés kezében. Ez a 39 hajó, amit most a MOHOSZ a tagszövetségeknek átadott használatra, ezek ezt szolgálják. Sarf György, a MOHOSZ kirendeltség vezetője, a Velencei tavat pásztázza az új járművel. Az elektromos és robbanomotoros hajók egy része itt áll majd szolgálatba, de a Balatonra és a Tiszatóra is szállítanak a most vásárolt csónakokból. A kormány 368 millió forinttal támogatta a halászati őrök munkáját. Ebből az összegből a MOHOSZ 20 tagszövetségének, 75 horgász egyesületének és tagjának összesen 447 darab halőrzés támogató eszközt adtak át. Emellett a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 100 millió forintból több száz halászati őr kapott egyenruhát. A halgazdálkodással foglalkozó szervezetek részére a eszközbevásárlásra lehessen fordítani. Ez
a mi esetünkben a mostani közbeszerzésen kb. 470 millió forintot jelent, és ennek a 470 millió forintnak a felhasználásáról több körös közbeszerzéssel döntöttünk, közel 400 halőri egyenruha készletet szereztünk be a téli nyári cipőtől a kesztyűn, a sapkán és a különböző nadrágok és kabátokon keresztül minden felszerelést, valamint 20 darab terepjárót, és mint ahogy most itt vagyunk Agárdon, 40 motorcsónakot hozzá kapcsolódó eszközökkel, mobiltelefonnal, éjjelrátó berendezéssel, távcsövekkel és mindenféle olyan eszközzel, amit szükséges használniuk ezeknek a mi halőreinknek. Ennek az átadásán vagyunk itt, és ezt a 470 millió forintos közbeszerzést zártuk le a mai nappal. Ez mit jelent? Hány gazdálkodás, hány szolgálat kap most segítséget? Pályáztattuk azokat a szervezeteket, akik ezeket az eszközöket szeretnék használni. Jelen pillanatban most mi 21 szervezetnek adunk motorcsónakot és felszereléseket. A többit, ami összességében 40 motorcsónakot jelent, azt pedig folyamatosan kapják meg a szervezetek. És hogy kik kapták? Elsősorban azok a nagyobb vízterülettel rendelkező szervezetek, mint a Velence, a Balaton, a Tiszató, a Duna és a Tisza szakaszok különféle bontásban, és ők fogják használni nyilván ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Ez a szervezet nagyságától függött, vagy pedig a feladatok sokaságától? Úgy próbáltuk elosztani, hogy ahol a legnagyobb szükség van ezekre az eszközökre, oda tudjuk először adni ezeket az eszközöket, és reméljük, hogy a következő években folyamatosan tudjuk majd pótolni, illetve fejleszteni az eszközparkot, és akkor várható, hogy azok is kapnak, akik ebben a mostani támogatási rendszerben nem tudtak kapni. Tudjuk, hogy nagyon találékony a magyar nép. Mennyire van szükség ezekre az eszközökre, illetve a halőrszolgálatra magára? Elképesztő történeteket tudnék elmondani, de a kollégáim is el tudnák mondani, hogy micsoda leleménnyel rendelkeznek azok, akik nem tisztességes eszközökkel próbálnak meghorgászni. Itt azért szeretném elmondani, hogy a horgászainknak a túlnyomó része az tisztességes eszközökkel horgászik, meg tudta tanulni azt a rendet, amit a horgászvizeken nekik be kell tartaniuk, de természetesen mindig vannak, akik megpróbálnak valami módon kiskapukat keresni. A legutolsó időszak egyik nagy trükkje a radírral kiradírozható toll használata a fogási eredmény naplóban. Erre mi most megpróbálunk megfelelő technikai válaszokat adni, de a nagy vizeken általában az elvihető darabszám vagy méret korlátozás alá eső halaknak a kérdésében szoktak lenni kicsi problémák, vagy hogy mikor lehet és mikor nem lehet horgászni az adott vízterületen. Ezekkel az eszközökkel megpróbáljuk ezt megoldani, és azt is mondhatom, hogy szerencsére a sajtó és a különböző social media segítségével a feltett hírek azok jól terjednek, és egyre kevesebb az olyan eseteknek a száma, akik tisztességtelen eszközökkel próbálnak meghorgászni. A MOHOZ az hány horgász számlá, vagyis hány tagjuk van, és hány halőrszolgálat vigyáz a rendre? A magyar rendszerben, a civil rendszerben büszkén mondhatjuk, hogy a MOHOZ a legnagyobb civil szervezet. 400 ezer regisztrált tagunk van, akik közel 1100 tagszervezetben végzik ezt a nagyon kellemes, szabadidős és életmód tevékenységüket. A MOHOZ-nak van még 26 területi szervezete, és most már azt is mondhatjuk, hogy van különleges jogállású 13 olyan szervezetünk is, akik elsősorban hallgazdálkodással foglalkozó emberek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szám, amire érdemes odafigyelni, és van értelme ránk nagyobb figyelmet fordítani. Magyarország kormánya stratégiai partnerként tekint a horgászokra. A halőrzés mellett más ágazatok is számíthatnak állami támogatásra. A horgászatnak alapvetően Európai Unióban is világszerte, és az egyik
fő célja az, hogy kikapcsolódjanak az emberek nem ipari jellegű halászatról. Nem a halfogásnak a mennyisége, hanem a minősége számít a rekreációban. Egyébként rekreációs halászati tevékenység is megmaradt a törvény alapján. Tehát a kis eszközös halászat például régen, ahogy a kis varsákkal is egyéb eszközökkel haláztak, az ma is lehetséges. Ilyen jellegű horgászjeggyel, halászjeggyel, ugyanúgy a saját hal szükségletnek az ellátására, de nem eladási célból. Tehát ez a rekreáció másik oldala, hogy azzal az jár, hogy a saját céljainkra, a saját felhasználására fogjuk ki a halat, és nem adjuk tovább kereskedelmi forgalomba, nem hozzuk. Ez a fő cél, és ezért ez támogatandó. Onnantól kezdve, ha ez gazdasági cél lenne, azért meggondolandó, hogy ebbe támogatást tehet-e az állam, vagy nem. Az önmagát eltartandó tevékenység kellene legyen. De hát természeti értékeink azok nagyon fontosak, és Magyarország vízben gazdag ország, viszont a vizeink minősége azon múlik, hogy hasznosítjuk, és ezért a rekreációt támogatjuk, mert ez a hal az őshonos halfajoknak a megőrzésére is irányul. Nem egyszer ugye visszaengedik a halat a horgászok, mert a kapás élménye, a kifogás élménye, és nem a hal húsa fontos nekik. Na, ez a rekreáció. A magyar törvényhozás által 2013-ban elfogadott halgazdálkodási törvénynek köszönhetően megszűnt a kereskedelmi célú halászat az állami tulajdonú természetes vizeken, és megnőtt a Magyarországos Horgászszövetség felelőssége abban, hogy meggátolja az illegális horgászatot. Azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt, az elmúlt néhány évben is jelentősen nőtt a horgászok száma. Ez most már meghaladja 400 ezeret. Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy könnyebbé tettük a horgászjegy megszerzését, akik csak ideiglenesen egy-egy hónapra vagy hétre szeretnének horgászjegyet váltani, akár külföldről jött turisták, azok is megtehetik elektronikus felületen, és ez mind-mind lehetőséget biztosít nekik a kikapcsolódásra. Azt látjuk, hogy nőnek egyébként emellett is a horgászfogások. Az azt jelenti, hogy több hal van a vízben, mert hát azért a víz alatt megszámolni elég nehéz volna, de ilyen indirekt módon így tudjuk ezt számolni, és jól érzik magukat a horgászok, növekszik a horgászok létszáma, ez mind-mind eredménynek tekintendő. Mekkora állami támogatásra számíthattak ezúttal, és valahogy úgy fogalmaztak a sajtóanyagban, hogy ez az első üteme ennek a támogatási rendszernek, mi várható még? Ugye a MOHOSZ az a Földművelési Minisztériumnak stratégiai partnere, jól képviseli a horgász társadalmat, ezért kap mint stratégiai partner is, mint képviselő, abból a forrásból bizonyos összegeket, amely rendelkezésre áll a minisztériumnak. Ez nem egy különösebben nagy forrás, de abból fakad, hogy ezek után a horgászjegyek után egy bizonyos kis százalék az államot illeti, ebből forgatjuk vissza ezt az összeget. Évekre lebontva itt egy 100 milliót, 200-300 millióról beszélünk. Én nem szeretnék összegeket mondani, mert ez ugye évről évre ilyen módon növekszik. Különböző célra adjuk, ezt ahogy a bevezetőben is említettük, például a halőrzésnek az egyenruháira és a halőrzéseknek a technikai eszközeire, de egyébként ifjúságnevelésre is fordítunk ebből az összegből, illetőleg őshonos halfajainknak a visszatelepítéséről, megőrzési programrairól hoz is adunk ebből a forrásból. Ez évente egy 600 milliós, körülbelül 600 milliós forrás összesen, és mégis nagyon sok szép dolgot lehet megvalósítani belőle. Végigjárta az eszközparkot, járműparkot, elégedett azzal, amit látott? Igen, ezek kiváló eszközök. Épp azt néztem, hogy milyen jó minőségű eszközöket lehetett beszerezni ilyen kevés pénzből is. Ezt hívják hatékony gazdálkodásnak. Én abban reménykedek, hogy ezek sokáig fogják szolgálni a halőrzést, a halgazdálkodást, és ilyen módon egyébként a horgász turizmust és a rekreációt. Nagyon fontos, hogy egy megfelelően rendezett terepet biztosítsunk a horgászoknak, ahol azt látják, hogy rend van, ahol megfelelően tudják végezni a tevékenységet, és tényleg kikapcsolódás nekik, és nem azt látják, hogy valamit nincsen rendben, és nem tudják, hogy van. Ilyenkor a rekreáció nem működne, úgyhogy én azt gondolom, a rendezett körülmények azok a rekreációt, kikapcsolódást tudják elősegíteni. Nagyon jó ez a park. Különböző méretű motorokkal, különböző hajótestek vannak, akár az elektronikusokat is kiemelném.
Azért fontosak ezek, hogy megfelelő hatékonysággal tudjanak fellépni az illegális horgászok ellen, az ellenőrzést jól tudják végezni. Az elektronikus eszközök meg azért fontosak, mert vannak olyan vizeink, ahova másokat sem engedünk egyébként robbanó motorossal. A legjobb olyankor, hogyha maga a halőr is ilyen elektronos motorokkal kisebb környezetterhelést okozva tud ellenőrzésre kimenni. Mivel a Velencei tavon robbanó motoros vízijárművel nem lehet közlekedni, bármint vízhasznosító használunk ilyeneket, elegendő járműparkkal rendelkeztünk eddig is robbanó motorosból, ezért mi most elektromos felszerelést kaptunk, egy darab Linder Fishing 440 típusú hajótestet, és ahhoz egy csúcskategóriás torkidó elektromos motorszettet kaptunk. Erre is pályáztak? Természetesen igen, megkérdezték a kirendeltséget is, hogy mire van szüksége, és mi ilyenre tettük le a voksunkat. Hogyha nincs ez a pályázat, akkor is lenne egy ilyen eszköze a szolgálatnak? Valószínűleg erre nem volna anyagi lehetőségünk. 2 millió forint ennek az elektromos motorszettnek az ára, plusz a csónaktest. Ez közel 3 millió forint így. Hogyan segíti majd a munkát ez az eszköz? Két előnye van. Az egyik az, hogy nagyon csöndes. Tehát, hogyha megfigyelésre mennek be a halőrök, úgy szeretnének közlekedni a vízen, hogy ezt esetleg közelebbről se vegyék észre, akkor ezt főleg az éjszakai órákban ezt nagyon könnyen megtehetik. A másik az, hogy gazdaságos, hiszen sokkal kevesebb üzemanyagot használunk el, így elektromos áram töltése az autóknál is mostanában egy elég felkapott téma. Önöknél hányan dolgoznak, hányan látják el a szolgálatot? A Velencei tavon 6 főállásos, hivatásos halőr dolgozik, egy halőri csoportvezetővel. Az ő munkájukat segítik a társadalmi halőrök, akiknek a létszáma szintén 6. Ők esetenként egy-egy közös ellenőrzés alkalmával segítik az itteni munkát. Sok a munka, vagy pedig inkább jogkövetőek a térség horgászai? Ez is megtalálható a Velencei tavon. Összességében elmondhatom, hogy ha magyarországi viszonylatokat nézem, például összehasonlítom a Tiszával, a Dunával, a Balatonnal, akkor itt elég jó a helyzet. Tehát viszonylag azt mondhatom, hogy jogkövető a Velencei tavi horgásztársadalom. Természetesen vannak renitensek, akiket időről időre sikerül elkapnunk és felszámolnunk az ilyen problémákat. A magyar kormány folytatja a 2014-ben megkezdett az élelmiszereket érintő áfacsökkentést, így 2018. január 1-től az étkezési hal, mint egészséges élelmiszer áfája 27-ről 5%-ra mérséklődik. A csökkentés várhatóan kiterjed a telepítési célú haltermelésre is, ami várhatóan növeli majd a hazai természetes vizeinkben kihelyezett halak mennyiségét. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!